teljesen rendben van szerintem. Én nem érzek javadót. Már reggeltől értékelik közel 30 borbíró, négy csoportra osztva, a 26. zombai borversenyre beküldött mintákat. A zombai borverseny rendezősége már 1990 óta szervezi meg a versenyt. 3 évben kimaradt, de a szervezők elmondása alapján már 4-5 éve azt figyelhető meg, hogy több mint 100 mintát adnak le a borászok. Idén is 124 bormintát adtak le Tolna megye több településéről, így például Kécsről, Tolnáról, Bonyhádról, Szekszárdról is. A 2019-es év változékony időjárása a szőlészetre is hatással volt. Ahogy mondták, fontos volt az időzítés. Szőlészet szempontjából az elején egy nagyon kemény peronoszpora járványban volt részünk, tehát ez ilyen május-júniusban. Aki nem használta a főszívódó szereket, csak kontaktszereket permeteztek, ott a termésnek már a 20-30%, esetleg 40% is elmehetett virágzáskor. Utána viszont egy nagyon szép meleg nyarunk volt, nagyon jó volt a csapadékeloszlás, úgyhogy egy ígéretes évjáratnak tartom ezt a 2019-est. A zsűritagok kizárólag borászok, 80%-uk borbíráló is, akik rendszeresen járnak értékelni. Ilyen a bölcskei Tomolik János is, aki a 90-es évek elején kezdett borászkodni több hektáron. Ez alkalommal a rozé borokat bírálta. És itt Zombán is azt tapasztaljuk a borversenyen, hogy nagyon szép alapanyagot állítottak elő a gazdák. Még van olyan lehetőség, hogy a technológiát segítségül hívják, hogy jobb minőségű rozékat tudjanak előállítani, de ezek az éveken át hagyományoknak örvendő borversenyek mind azt eredményezik, hogy évről évre jobb minőségű rozékat kóstolunk. A leggyakrabban előforduló hibákat is kiemelték az értékelés során a borbírálók. Kulturális műsor és vacsora zárta a napot.